itt Annus, üdv újra a konyhámban! Egy újabb incsiklandó receptet hoztam nektek, szerintem nagyon fogjátok szeretni, gyertek, már is mutatom! A lisztet átszitáljuk egy keverőtálba. Jöhet hozzá a porcukor, sütőpor és a só. Reszelünk bele citromhéjat és elkeverjük. A jéghideg vajat belekockázzuk és a lisztes keverékkel összemorzsoljuk. Amikor már borsónyi méretűek a morsák, beledolgozzuk a zsírt is. Feltörünk egy tojást, és a tejföllel együtt sima tésztát gyúrunk. Ez egy precíz sütemény, ezért jobb mérlegen elosztani a tésztát. 1050 g lett az egész, ez 4-jel osztva 262,5 g lesz. Tehát a tésztából kimérek 4-szer ennyit, és kis hengerekké formázva fóliába csomagolom kettessével. Mehetnek a hűtőbe 30 percet pihenni. A darált dióhoz szórjuk a porcukrot, vaníliás cukrot, belereszeljük a maradék citromhéjat, és alaposan összekeverjük. Kiveszünk egy tésztát, meghintjük liszttel, és téglalappá nyújtjuk. Félbehajtjuk, és egy határozott mozdulattal a tepsire emeljük. Kihajtjuk, és szépen óvatosan körben beleigazgatjuk az ujjbegyeinkkel. Én mindig mérlegen mérem ki rá a 20 deka barackleklárt, hogy szép, szabályos sütit kapjak. Miután egy spatulával elsimítottuk, jöhet rá szintén 20 deka a diós töltelékből, amit óvatosan terítsünk el a lekváron. Folytathatjuk a sort a következő tésztával, lekvárral és a diós töltelékkel, ahogy az elsőnél is készítettük. Ezt a vékony tésztát nem egyszerű kinyújtani, de gyakorlással bele lehet jönni. Addig is alakíthatod kisebbre a süteményt vastagabb tésztával. Nem baj, ha nem ér ki a tepsi széléig, úgy is szépen meg lehet sütni, nem fog kifolyni a töltelék. És egy jó hír! Az a fontos, hogy a legalsó tészta legyen szép, mert az lesz majd a süti teteje. A többi középen nem baj, ha egy kicsit cakkos, mert nagyon szépen összesül majd. Ha megvagyunk az utolsó tésztával is, egy villával egészen a tepsi aljáig bökjük meg több helyen a zserbót, hogy ne puposodjon fel sütés közben. 180 fokra előmelegített sütőben süssük 35 perc alatt készre. Ha már kihűlt a sütemény, daraboljuk fel a csokoládét apró kockákra. Szórjuk egy kis lábosba és tegyük alacsony hőfokra. A zserbóra terítsünk egy sütőpapírt, fektessünk rá egy deszkát, és egy határozott mozdulattal fordítsuk át, hogy a hamarosan elkészülő csokimázzal be tudjuk vonni. Ha már kezd olvadni a csokoládé, folyamatosan kevergessük, amíg teljesen fel nem olvad. Ekkor kapcsoljuk le alatta a hőt, öntsük hozzá az olajat, és keverjük teljesen simára. Csorgassuk a süti közepére, és egy kennőkéssel egyenletesen terítsük el a felületén, középről kifele haladva. Kb. 30 perc alatt köt meg teljesen, és már szeletelhetjük is. Köszönöm, hogy megnézted a videót, remélem tetszett, és te is ki fogod próbálni. A pontos receptet megtalálod a videó alatti leírásban és az annuskem.hu oldalon. Ha még nem láttad, akkor nézd meg ezt a két ételt is, ugye jól néznek ki. Még több videóért iratkozz fel a csatornámra, kapcsold be a csengő értesítést, és írd meg kommentben, hogy milyen receptet szeretnél még látni.